Köszöntöm a kedves nézőket, az Eurosporton Lantos Andrást hallják. Alig ért véget a 2013-as Rally Európa bajnokság, már is kezdődik a 2014-es évad, méghozzá akár csak egy évvel ezelőtt Ausztriában a Jenner Rallyval. 12 fordulós lesz idén is ez a sorozat, és íme az első verseny. Rögtön egy helyi kedvenccel, András Aignerral beszélgetünk. Freistadtban kezdődött ez a verseny, és András Aigner mondja azt, hogy kifejezetten nehéz dolga lesz ma a versenyzőknek, pont azért, mert nincsen hó. Az utak egy picit szélesebbek, és így nagyobb tempóra lehet számítani. A Jenner Rally egyébként is a gyors versenyek közé tartozik. Így viszont, hogy vannak száraz szakaszok az úton, még nagyobb tempóra kell majd számítani. Viszont bőven akadnak jeges foltok, jeges részek az úton, ahol egyáltalán nincsen tapadás. Talán ez jelenti majd a legnagyobb problémát a versenyzőknek. 1969 óta rendezik meg minden évben a Jenner Rallyt, egy nagy múltra visszatekintő versenyről van tehát szó. 2013-ban 100 000 néző látogatott ki az utak szélére, hogy megnézze Európa legjobb rally versenyzőit, vagy az Európa bajnokság legjobb rally versenyzőit, talán ez így helyes. 40 kilométerre vagyunk egyébként Linztől, felső Ausztriában. A táj, mondanom sem kell, gyönyörű. Az út már nem volt annyira gyönyörű, a körülmények sem voltak annyira gyönyörűek a versenyzők számára, de erről mindjárt hallunk majd Robert Kubicától többek között. Ezeket a képeket a kvalifikáción, az 1,3 kilométeres kvalifikáción rendeznek. Itt azért még akadt egy-két hófolt az út mellett, úton viszont nem. Kubica pedig egy legjobb idővel melegített, és ugye egy új autóval megy, hiszen az M-Sporthoz igazolt, velük indul majd a Rally világbajnokságon, és egy Ford Fiesta RRC-vel állt rajthoz a Jenner Rallyn, és itt arról beszél, hogy teljesen más ez az autó, mint a Citroen, amivel tavaly ment. Két teljesen különböző kocsiról beszélünk, sok időre lesz szükségem, hogy hozzászokjak ehhez a technikához, nem nagyon volt lehetőségem tesztelni vele, úgyhogy ez a Jenner Rally egy picit amolyan lutri lesz, számomra mondta Kubica. Egyébként kimondva a Monte Carlo rallyra készül, ahol hasonló körülmények között kell majd mennie a VRC autóval, a VRC Ford Fiestával. Közben Kajetán Kajetanovicot láttuk, aki tavaly a lengyel versenyt nyerte, ő is egy Forddal megy, viszont ő az R5-össel, ami picit különbözik, picit nagyon különbözik az S2000-es autóktól, hiszen ebben ugye már egy 6 turbos motor van. Négyszeres lengyel bajnok, a második időt érte el a kvalifikáción, és azt mondta, hogy jó barátok Kubicával, de azért szeretne összecsapni vele ezen a versenyen. Beb Harach egy Evo 9-es Mitsubishivel indult, ővé volt a harmadik idő a kvalifikáción. És itt van Václav Pech, akit már tavaly is láttunk, a cseh, az S2000-es minivel, háromszoros cseh bajnok, és illetve az uralkodó cseh bajnok, és háromszoros győztese ennek a versenynek. Ő volt a negyedik, Raimund Baumschlager pedig az ötödik, aki szintén háromszor nyerte már meg a Jenner Rallyt. Ő egyébként a Pirelli vadonatúj gumijai teszteli ezen a versenyen. Nagyon jók ezek az új gumik, teljesen új gumikról van szó, mondja Baumschlager. Kifejezetten az ERC-re fejlesztette a Pirelli, senki nem ment még vele versenyben, talán csak teszteken, ha jól tudom, úgyhogy számomra ez egy érdekes kihívás. András Aigner új autóban az ennes Mitsubishit egy Peugeot 207 S2000-re cserélte. Picit nehéz dolga volt az ismerkedésnél. Ő slick gumikkal indult, míg a többiek szögessel, végül egy tizedik időt ért el a kvalifikáción. Robert Kubica nyerte tehát a kvalit, így ő választhatott rajt pozíciót, ő pedig a 12. rajt helyet választotta. Kajetán Kajetanovics pedig, vagy Kajtó, ahogy becézik, a hatodik rajt pozíciót választotta második helyezetként. A verseny kezdete előtt többek között András Aigner, Kajetán Kajetanovics, Jekaterina Strajceva, illetve Besenyei Zoltán, az uralkodó kétkerékhajtású Európa bajnok, ellátogatott Rheinbachba, a helyi lovas múzeumba, ahol többek között megemlékeznek arról, az 1832-ben még működő lóval húzott vonatról, amit itt láthatunk, amit még a Habsburgok használtak. Itt látjuk az első nap programját, 10 szakasz várt ma
a mezőnyre, és akkor gyorsan fussunk végig a magyar mezőnyön, mert hogy összesen 5 páros döntött úgy, hogy elmegy a Jenner Rallyra. Lukács Kornel és Mesterházi Márk a Mitsubishi Evo 9-el, Érdi Tibor és Zsíros Gábor a Subaruval, Hadik András és Kertész Krisztián szintén Subaruval, Desenyei Zoltán és Nyírfás Julianna címvédőként a kétkerékhajtású géposztályban a Honda Civickel, és Klaus Kristóf, valamint Kecskeméti Balázs az R3-as Renault Clio-val volt ott, vagy van ott az osztrák versenyen. Itt pedig látjuk az első nap gyorsaságjait részletesebben is, illetve ez ugye már az első menet, 3 gyors, ezzel kezdjük. Helyi idő szerint 8 óra 11-kor rajtolt a mezőny, nem tudom miért mondom, hogy helyi idő szerint, hiszen az ugyanaz, mint a magyar idő. Minden esetre András Aignernek volt rögtön az elején néhány útszéli kalandja, picit oda is verte egy ilyen hújjelző póznának a Peugeot elejét. Ez a Pierbachi szakasz egyébként majdnem 19 km hosszú. Nem ilyen körülmények között szeretett volna megismerkedni az új autóval, itt elhagyta a hátsó szélvédőjét is. Ezúttal szöges gumikat használtunk, mondja Aigner. Volt egy-két nagyon durván jeges rész, nem könnyű így ismerkedni egy S2000-es autóval. Václav Pech, a cseh, aki a Mini S2000-rel negyedikként vágott neki az első gyorsnak, 14-27-3-as időt ment, ezzel a negyedik idő volt az övé. Akárhonnan nézzük, ez a Mini még mindig nagyon dögös. Ezeken a képeken azért lehetett látni azt, amit most Václav Pech mond, hogy elképesztően csúszik az út, nem könnyű így vezetni. Kajtó, azaz Kajetan Kajetanovic, hatodikként rajtolt a gyorsaságin, és nagyon nagyot ment, ő volt a leggyorsabb. 14 perc, 18,4 másodperces időt ért el. Az elején mindenki viszonylag óvatosan kezdett, nagyon óvatosan. Nem látod, hogy hol jeges az út, mondja Kajetanovic, minden pontosan ugyanúgy néz ki, de amikor ráérsz a jeges részre, akkor azonnal elkezd csúszni, akkor rögtön érzed, de akkor már késő. Itt van Baumschlager a Skoda Fabiával, ő hetedikként rajtolt. 11 osztrák bajnoki címet szerzett már. Másfél másodperccel maradt el Kajetanovictól, és második lett. Pokolian nehéz volt, mondta a szakasz után Baumschlager. Sokkal jegesebb volt az út, mint amire számítottunk. Csúsztunk jobbra-balra. Még az út mellett is jeges volt és csúszós. Nyomtuk neki, ahogy csak tudtuk, de hát meglátjuk, mire mennek a mögöttünk indulók. Kubica gyűjtötte a tapasztalatot a Ford Fiesta-val, ez ugye az RRC, amely kismértékben különbözik a VRC változattól. Végül 5,4 másodperccel maradt el Kajetanovictól, és ezzel a harmadik idő volt az övé, nem véletlenül a 12. helyről rajtolt. Azért ezt a rajthelyet választottuk, mert arra számítunk, hogy nagyjából 12-én startolunk majd a Monte Carlo rallin is, és szerettünk volna arra készülni. Kicsit több volt a múrva az úton, mint amire számítottunk. Tette még itt hozzá Kubica. A Liebenaui szakasszal folytatódott a Jenner Rally, ez egy 10 kilométeres, 10,5 kilométeres gyorsasági volt. Majd jött a St. Oswald, ez egy 8,5 kilométeres, kicsit kevesebb, mint 8,5 kilométeres gyorsasági volt. Kajetanovic egy negyedik időt ért el a harmadik gyorsaságin. Közben azt látjuk, hogy ez bizony a harmadik gyorsasági utáni állás, ugrottunk egy jó nagyot. Kajetanovic vezet, Kubica a második, Pech a harmadik, Baumschlager a negyedik. Kubica
két neccesebb helyzetet is átélt egyébként a második gyorsaságin, de végül megúszta komolyabb gondok nélkül, és összetettben a második helyet tartotta. Jön egy rövid reklámszünet, aztán folytatjuk egy különleges vendéggel többek között. Arcról azért azt gondolom, a legtöbben már felismerték, hogy a meglepetés vendégünk nem más, mint a 2000-es és 2002-es rally világbajnok Markus Grönholm, aki ellátogatott a Jenner rallyra, először jött el egy Rally Európa bajnoki versenyre. Elég nyugodtnak érzem magam, mondja Grönholm. A versenyzők viszont szerintem nem annyira nyugodtak. Elég durva körülmények között kell most menni, rengeteg a jeges folt az úton. Egyébként minden nagyon szép. Grönholm 2007-ben visszavonult a rallytól. Azóta ugyan egy-két versenyen indult, illetve rallycrossban is próbálkozott, de az aktív versenyzés már nem az ő világa. Annyi mindent csinálok, hogy én magam sem tudom felsorolni. Néha még versenyautóba is ülök, indulok rallycross versenyeken, itt is vagyok, ott is vagyok, aztán van egy saját vállalkozásom, ami rengeteg időt elvesz. Van egy bevásárló központom az otthonomban, amit 2007-ben alapítottam, vagy építettünk, és azóta ezzel foglalkozom, rengeteg időt emészt föl. Egyébként jól érzem magam, jó, hogy már nem versenyzem. Néha beülök tesztelni, aztán a szponzorok kedvéért autóztatok itt-ott, de hogy a másodpercekért harcoljak, arra már nem érzem magam késznek. Így kell visszavonulni, így kell abba adni egy sportot, az ember mindent elért szinte, amit el lehetett. Két világbajnoki címet szerzett, és most jól érzi magát. A Freistatti Service Parkban körbejárt Grönholm, és mindenkivel beszélgetett egy picit, itt Kajetanovicsal, meg is dicséri őt, hogy milyen okosan ment. De aztán elmegy Robert Kubicához is, aki nagyon örül Grönholmnak. Először mentél szöges gumikkal? Tényleg az első? Semmi teszt? Semmi? Nem, nem teszteltünk, mondja Kubica. De hidd el, hogy ez jó lesz a Monte Carlo rallira. Elég nehéz egyébként őszintén beszélgetni, amikor 40 kamera veszi az embert. Murvás gumi, illetve szöges gumival az ember pontosan tudja, vagy jobban tudja, hogy mire számítson. Slickkel még durvább lenne, mondja itt Grönholm még a jeges útra. Az első szakasz nagyon jeges volt, tette még hozzá egy Kubica végén, aztán már Aignernél jár Grönholm. Előre slick gumikat rakott az osztrák, hátúra szöges gumit, aztán itt mutatja, hogy csúszott le az útról. Nagyon nehéz ilyenkor magabiztosan menni, vagy megtalálni az összhangot az autóval is magabiztosnak lenni. No hát Grönholm is körbejárta a service parkot, mindenkihez volt egy jó szava. És akkor folytassuk, ismét Pierre Bach, 19 kilométeres gyorsasági Václav Pech eltalált egy hójelző póznát, talán látni is fogjuk. Itt már azért lehet látni, hogy picit jobbak az útviszonyok, kevesebb a jeges rész, bátrabban is mennek a versenyzők. Második időt ért el Pech. Kajetanovic. Több mint egy perccel volt gyorsabb, mint amikor először mentek ezen a gyorson. Viszont így is elmaradt Pechtől, és visszacsúszott a harmadik helyre. Baumschlager. Ezúttal ő szögek nélkül gumikat rakott fel. Szinte mindenki szöges gumival indult. És ő döntött jól. A második Pechnek is majdnem 9 másodpercet adott. Kubicát pedig utolérte, hopp, egy magyar zászló, Kubicát pedig utolérte a végzet, vagy hát nem is a végzet szerencsére, de a bal szerencse, méghozzá egy defekt képében, az összekötőn kellett gumit cserélni. Lehet, hogy ez a magyar zászló egyébként Magyar Bence kollégánk volt, aki kint van a helyszínen. Itt vannak Kubicáék, amiközben gumit cserélnek. Nézzük egy picit, mi a helyzet a két kerékhajtású géposztályban.
Michael Böhm a S1006-os Suzuki Swift-tel nagyon látványosan ment. Sokáig egyébként egészen pontosan a harmadik gyorsasági végéig Besenyei Zoltánék vezettek a Honda Civic-kel, akkor azonban a féltengely meghibásodása miatt kiestek, de azóta már az interneten megjelent egy interjú Besenyei Zolival, aki elmondja, hogy az autó egyben van, itt látjuk egyébként pont őket, szóval az autó egyben van, és holnap folytatják a versenyt. Elég nagy bal szerencse ez, de technikai sportról van szó. Benne van sajnos. József Petákot láttuk még egyébként a Renault Clio-val, aki második helyen áll Böhm mögött. Na, Grönholm megint nézegeti az utat, és mutatja, hogy hol jeges. Ez a St. Oswald gyorsasági, 8,3 km hosszú. Másodszor mentek rajta végig. Vejetanovic. Bámus Lagerrel van nagy csatában. Ajjajjaj, ez bizony durva. Na nézzük meg kívülről, hát ha van felvétel róla. Itt egy másik kamerakép. Elmegy az autó hátulja, és valamit nagyon durván, keményen eltalálnak vele. Kajetanovic leesett az útról. Mondja Grönholmnak. Nem látunk sajnos külső kameraképet. Kicsit túlzásba vitte ezt most a lengyel. Közben már Baumschlagert látjuk, aki a második időt érte el a hatodik gyorsaságin, és ezzel megőrizte a vezetést az összetetben. Baumschlager nagyon jól ment a Skodával. Közben itt Grönholmék nézik a részidőket. Grönholm azt mondja, hogy bizony Baumschlager tolja neki. Nagyon jó volt. Jól éreztem magam, mondja az osztrák. Reméljük, hogy minden így marad. Tudjuk folytatni ezt a teljesítményt, de a következő szakasz egy újabb kihívás lesz. Egy negyedik időt ment a St. Oswaldon másodszor. De viszont Kajetanovic kiesése után feljött a második helyre. Az összetetben 9,8 másodperc volt a hátránya Baumschlagerrel szemben. És itt van Kubica, aki elsőre megnyerte a St. Oswaldot, és másodjára sem adta alább. Ezúttal is ő volt a leggyorsabb, 7 tizeddel ment jobb időt, mint Baumschlager. Ezzel egyébként feljött a harmadik helyre az összetetben. Nyilván elsősorban annak köszönhetően, sőt, kizárólag annak köszönhetően, hogy Kajetanovic a baleset miatt kiesett. Szóval Baumschlager, Pech, Kubica, Tarabus, Harrach volt ekkora sorrend. Aigner óvatosan lassan ismerkedik a Peugeot-val, hetedik idővel, hetedik helyen áll, hat gyorsasági után. Ez pedig már a második szervízpark, és arról néhány fotó. Kubica tehát a harmadik összetetben, defekt ellenére. Meg is kérdezték a Eurosportos riporterek őt. Nagyon jól vezethető az autó. Ilyen körülmények között a tavalyi kocsimmal nem hiszem, hogy így tudtam volna menni. Remek érzésem van a kocsiban, és amikor valaki először szerepel egy versenyen, meg tanulja még a viszonyokat, akkor ez egy nagyon jó érzés. Nagyon fontos, hogy magabiztos legyen az ember rögtön az autóban. Jön egy újabb rövid szünet, aztán megmutatjuk, mi történt a maradék négy gyorsaságin szombaton. Ahogy említettem, tehát négy gyorsasági maradt a Jenner Rally első napjából. Itt látjuk is, a Freistatti Service Parkból indult a társaság. Aztán egy majdnem 9 kilométeres gyors a Pregarten, majd a Schönau St. Leonard, amely közel 23 kilométeres távjával a leghosszabb gyorsasági a Jenner Rallyn.
Kovácsi. Brzda dopraví 7 dlouhá. Ech nagyon beindult. A hetedik és a nyolcadik gyorsaságin is jó időt ment. A hetediket megnyerte, a nyolcadikon pedig második volt. Ezzel egyébként át is vette a vezetést. Egészen pontosan a nyolcadik gyorsaságin. Slick gumikat tettünk föl, és rettenetesen csúszott az út. De Pohara a Mitsubishivel. Egy előtt ment, ötödikként rajtolt, és egy harmadik időt tudott elérni ezzel az ennes autóval, nem rossz teljesítmény. 2 tizeddel maradt csak el Pechtől. A nyolcadik gyorsan viszont már nem érezte magát annyira magabiztosnak az autóban, ekkor már jócskán elkezdett sötétedni. Végül az ötödik helyen zárta az első napot, és vezeti az N csoportot. Nagyon komoly kihívást jelentettek a körülmények. Az első gyorsaságon alig-alig mertük levágni a kanyarokat, és aztán nem voltunk túl magabiztosak itt a végén sem. Baumschlager a hetedik gyorsaságin egy ötödik időt ment, a nyolcadikon aztán egy harmadikat. Nem érezte magát magabiztosnak itt a végén. Ugye először használja ezeket a Pirelli gumikat, és hogy leszállt az est, elkezdett hűlni az út. Úgy lett egyre bizonytalanabb a Skodával, végül elveszítette a vezetést. Nem értjük még pontosan, hogy hogyan lehet a Skodát hozzá hangolni ezekhez a gumikhoz. Ezen dolgozunk most. Néha kicsit alulkormányzottá vált az autó, aztán hirtelen rettenetesen túlkormányzottá. A hetedik gyorsaságin Kubica ment egy második időt Pech mögött, mindössze 1 tizedet kapott tőle. Aztán a nyolcadik gyorson, a 23 kilométeresen ő volt a legjobb, 1,7 másodpercet vert Pechre. Így az utolsó két gyors előtt 2,9 másodperc hátránnyal a második helyen állt Kubica. Kőkemény szakasz volt, és ezúttal rajtpozíciónk sem segített. Teljesen sötétben kellett teljesítenünk már ezt a gyorsaságit, úgyhogy igen nehéz volt, ráadásul továbbra is csúszik az út. Azt gondolom, hogy ehhez képest jó munkát végeztünk. Az itinert sem könnyű ilyenkor olvasni, úgyhogy szerintem rendben vagyunk. Íme, amit mondtam, tehát az utolsó két gyorsasági előtt mindössze 3 másodperccel vezetett Pech. Kubicát megelőzve Baumschlager volt a harmadik, Darabusz pedig a negyedik, Aigner egészen a hatodik helyig jött fel a Peugeot-val. Következett a nap utolsó szervízparkja. Valamivel 6 óra előtt. Baumschlagernek pedig műszaki problémái vannak, ezt beszéli meg Markus Grönholmmal. Valami elektromos gond van az autóban. Egészen pontosan a generátorról levezető kábel hibásodott meg. Ezt viszonylag gyorsan ki tudták cserélni. Ezt is megbeszélték egyébként itt Grönholmmal, hogy milyen fura, hogy nincs hó. De hát hozzátette Grönholm, hogy Finnországban sincs, meg Svédországban sincs, úgyhogy nem kell meglepődni. Szóval 2 gyorsasági maradt hátra. Szerintem most már jobb a beállítás, mondja Harach. Nem az a célunk viszont, hogy az N csoportban üzdjünk, hanem szeretnénk felverni a versenyt az S2000-es és az R5-ös autókkal. Nem lesz könnyű dolgunk, de ez a célunk, ezt tűztük ki magunk elé. Reméljük, hogy holnap még tovább gyorsulunk, és még magabiztosabbak leszünk, mondta a Mitsubishi is versenyző, aki végül a 10. gyors után az 5. helyen áll. Jaromír Tarabuszt látjuk a Skodával, aki a 9. és a 10. gyorsaságin is egy 5. időt ment. Jobban érzem magam, mint korábban az autóval. Ez egy nagyon nehéz szakasz volt számunkra, mind a kétszer, de túl vagyunk rajta, és ez a lényeg. Közben gyorsan a magyarokról. Érdiék a 4. helyen állnak az N csoportban, Lukácsék pedig a 8. az első napot követően. Klauszék a 7. helyet foglalják el a két kerékhajtásúak géposztályában. Hadikék sajnos váltóhiba miatt kiestek
az első nap során, a negyedik gyors hozta meg számukra is sajnos de a műszaki problémát. Egyelőre arról nincs információm, hogy ők folytatják-e holnap, azt viszont tudjuk, hogy versenyeieknek is ugyan gondjaik voltak, de ők holnap biztosan folytatják a Hondával. Itt pedig már Baumschlagert halljuk, aki végül két harmadik helyet szerzett az áró gyorsaságikon, és ezzel az összetettben is a harmadik helyen áll az első nap végén. Azt mondta, hogy nem könnyű a turbós autók ellen versenyezni, de egyelőre elégedett az autóval és a Pirelli gumikkal is, most már csak meg kell találni az összhangot a kettő között. Václav Pech egyetlen másodperccel volt csak lassabb Kubicánál a 9. gyorsaságin, a 10. viszont több mint 8 másodpercet kapott tőle. Nyomtuk, ahogy csak bírtuk, volt két necces helyzetünk is. Meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Az volt tehát a kérdés, hogy Kubica a 10. gyorsaságin meg tudja szerezni a vezetést. Végül az M-Sport által épített Ford Fiesta-val elég nagy tempót tudott autózni ahhoz, hogy a szombati napot ő zárja az élen. 13 perc 44,3 másodperces időt ment itt a végén, kereken 100-as átlagot, és ezzel végül 6,4 másodperces előnnyel az élen zárta a szombati napot Kubica. Életem, vagy inkább úgy mondom, hogy rallis pályafutásom egyik legnehezebb gyorsaságia volt ez, zárta a 10. szakaszt a lengyel. Így áll tehát az első nap végén, a Jenner Rally Kubicáik vezetnek, Pech a második, Baumschlager pedig a harmadik, a magyarok közül Érdiék állnak a legjobban. Ők, ugye említettem, hogy az N csoportban negyedikek, az abszolútban pedig a 12. helyen állnak a Subaru Imprezával. Itt a végén még Kubica és Grönholm beszélget egy picit arról, hogy nem lesz könnyű a holnapi nap sem, különösen a gyors, illetve a hosszú gyorsasági lehet döntő majd, a Kubica, akkor sem lesz könnyű, ha száraz lesz az aszfalt, akkor sem lesz könnyű a jeges. Ez a lényeg, nem lesz könnyű. Grönholm elköszön, és szépen lassan mi is elköszönünk, azzal, hogy holnap ugyanebben az időben ismét jövünk, és összefoglaljuk a Jenner Rally második napját. Nagy kérdés, hogy Kubica meg tudja nyerni a versenyt, és hogy hogyan tud felkészülni a Monte Carlo-i VRC futamra. Tartsanak velünk, tehát holnap is, most arra köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!